Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön, akár itt a templomban, akár azokat is, akik a videó felvételen kapcsolódnak be. Biblia olvasó útmutatónkból szeretnék egy mai igét felolvasni, Galata 6.2-ből. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Miről szól ez a rövid bibliai tanítás? Arról, ahogy itt egymást is szoktuk szólítani a gyülekezetben, hogy testvérek vagyunk, hitben testvérek, Krisztusban testvérek, akiknek van közük egymáshoz, akiknek fontos a másik jóléte, hogy léte, hogy együtt tudjunk örvendezni az örömökben, és ha úgy alakul, együtt tudjunk sírni a szomorkodókkal is. Hordozzuk egymás terhét úgy, ahogyan az Úr Jézus is hordoz mindannyiunkat. Így szeretném átadni a hirdetéseket mai Isten tiszteletünk kezdetén. Mai alkalommal keresztelőt fogunk ünnepelni, nem is egyet, hanem egyből kettőt, Krotki Karina és Krotki Linett kistestvérünket fogjuk a keresztség szentségében részesíteni. Isten hozta az ünneplő családot. Hirdetem még, hogy az elmúlt héten lezajlott Talentum táborunk, idei napközis hittantáborunk, Isten hozta a gyermekeket szüleikkel együtt, akik eljöttek ma. Szeretnénk ma hálát adni ezért az alkalomért, és beszámolni néhány mondatban, néhány énekkel is erről az alkalomról. A táborban 46 gyermek vett részt, és összesen 17 tini, illetve felnőtt segítő dolgozott ezen a héten, hogy gyermekeket tudjuk vezetni, ellátni. Hálás köszönet a segítőknek ezért, és köszönünk minden olyan adományt, ami akár a szülőktől, akár gyülekezeti tagoktól érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem még, hogy jövő héten vasárnap a megszokott rendben 9 órától lesz ismét Isten tiszteletünk, és szeretném megköszönni a takarítási, az egyházfi és a videó szolgálatot végző testvéreinknek a szolgálatát. Végül még az adományokat hirdetem, múlt vasárnap a persely pénzünk 6100 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat és adja meg az adományok bölcs felhasználását is. Mai alkalommal az énekeink, az mind a táboros énekekből kerültek kiválasztásra. Ezeket mindig majd a kivetítőn fogjuk látni, követni. Úgyhogy így kezdjük is el. A első énekünk, kész az én szívem, Uram, néked zeng a dalom.
Legyen ez a mai istentiszteletünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Bevezetésül a 119. Zsoltár egy részét olvasom. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségeddel vágyódom, Uram. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük azt, hogy ismerhetünk téged Jézus által, aki közel jött, emberi lett, és megismertetett téged velünk. Köszönjük ezt neked, és köszönjük azt is, hogy jöhetünk eléd, bármi módon, úgy, ahogy vagyunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk vétkeinket. Bocsáss meg nekünk, ha valami bűn van az életünkben, ami elválaszt tőled, amivel megbántottunk másokat, vagy éppen igéd ellen cselekedtünk. Kérünk, Urunk, vedd el tőlünk ezeket, tisztíts meg szent lelked által, és adj új életet Jézus Krisztusért. Ámen. A folytatásban hallgassuk meg Istenünk igéjét, amelyet oltár előtti felolvasású rendelt mai napra egyházunk, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében a 8. részben, a 18-astól a 23-as versekig a következőképpen. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az igét. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Boldogok, akik hallgatják, és szívükbe is fogadják Istenünk beszédét. Ámen. Foglaljunk helyet. A következő énekkel pedig a keresztelőre készülünk, soha nem fél már a szívem. Kérném a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermekekkel együtt gyertek ki.
megvan minden. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek benneteket, amikor eljöttetek ezekkel a gyermekekkel, hogy őket a Szent Keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát, amely egyfajta bátorítás arra, hogy a pici gyermekeket is hozzuk Jézus elé. Egyszer kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a két pici gyermeket is, áldja meg az ő bejövetelüket és kimenetelüket most és mindenkor. Amen. A másik ige szakasz, amit szeretnék felolvasni, az az egyháznak, a gyülekezetnek való bátorítás arra, hogy a gyermekeket tanítsuk, kereszteljük. Krisztus Úrunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak, nékem adatot, minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ezek után pedig kérlek hallgassátok meg azt a bibliai igét, amelyet a mai keresztelőre választottam. Lukács 19.9-ben találjuk ezt megírva. Jézus ezt mondta Zákeusnak, ma lett üdvössége ennek a háznak. Nemrégiben volt itt szemben a kert végében az iskolai évzáró. Ennek az alkalomnak mindig szép része az, amikor a gyermekek a jó jegyekért, jó magaviseletért kapnak oklevelet, valamilyen elismerést. Viszont az őszi tanévnyitón, ami még nagyon messze van, mondom, az iskolásoknak, ott nem szoktak oklevelet osztani. Ott ugye a munka éppen, hogy megkezdődik, ott nem jár elismerés azért, mert mondjuk valaki elkezdi az iskolát. Hasonló ez, mint mondjuk a munkahelyen, amikor első nap bemegyek, elkezdem a munkahelyen az én dolgomat, nem azzal kezdenek az első munkanap, hogy akkor prémiumot kapok, vagy fizetésemelést kapok, mert az valami teljesítmény után egy folyamat végén jön az elismerés, egy folyamat végén jön egy ilyen kiemelt helyzet. A hétköznapi életben ez teljesen logikus dolog, viszont a hit dolgaiban mégis, mintha picit másképp gondolkodnánk olykor. Sokak számára a pici korban való keresztelő az azt jelenti elgondolások szerint, hogy akkor már meg is van a gyermeknek az üdvössége. Akkor már a hit dolgaival rendben van, az Istennel rendben van, már nincs több tennivalónk vele. Pedig valójában most a keresztelő kapcsán mondhatni még csak az évnyitón vagyunk. Még csak az első nap a hitnek az útján, az első nap az Isten műhelyében. Az Isten útján. Bár kapunk papírt is, ugye a keresztelését is emléklapot, de az még nem az oklevél, hanem az még csak egy meghívó a hit útjára, ami utat mutathat majd a célba érkezéshez. Felolvasott igényben Jézus egy olyan helyzetben mondja azt, ma lett üdvössége ennek a háznak, amikor a történet főszereplője, bizonyos Zákeus, rátalál az életében Istenre. Neki is volt már gyermekként ismerte róla, ő is ahogy cseperedett, megismert biztos imádságokat, Istenről egy-két dolgot, de itt felnőtt, önálló emberként találkozik az Úristen szeretetével. És ez megérinti őt. Valami megváltozik benne. Megváltozik az értékrendje, másképp kezdi el önmagát nézni, bűneit megbánja, és hibáit, amit lehet, elkezd kijavítani, jóvá tenni. A hit szempontjából számára ez volt a célba érkezés, amit Jézus ki is jelentette az igében, ma lett üdvössége ennek a háznak. Azaz mától kezdve egyenes út vezet ennek az embernek a mennybe. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy ez a két pici lány még csak a rajtvonalon van, de nem baj, hát el kell kezdeni valahol, mindannyian így vagyunk vele. Nem csak az élet hosszú versenypályája áll előttük,
hanem a hit útja is. A keresztlevéllel megkapják ma a meghívót mennyei atyánktól, hogy ő számukra is kijelenti, hogy szereti őket. Értük is adta egyszülött fiát, megváltotta őket az ítélettől, és örök élete hívogatja őket. De a bizonyítványt azt még nem ma osztjuk. Viszont reménységünk az, hogy felnövekedve majd az ő számukra is elhangzik a kijelentés megváltó Urunktól, ma lett üdvössége Karinának, ma lett üdvössége Lénetnek. Ezen az úton kísérjétek őket szülőként, keresztszülőként, és ebben a feladatban jó az tudni, hogy nem vagytok egyedül. Istenünk hordoz majd titeket, hogyha segítségül hívjátok őt. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a két kicsin gyermeknek is életet adtál, és Jézus által üdvösséget szereztél, árazdáljuk szent lelkedet. Ébresz bennük majd felnövekedve élő hitet és igazi szeretetet, hogy tudjanak ellenállni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Testvéreim, amikor most Krisztus rendelése szerint majd megkereszteljük ezt a két kicsin gyermeket, tegyetek vallást hitetekről a magatok és a gyermekek nevében, mondjuk el közösen a gyülekezettel együtt fennállva az apostoli hitvallást, amelynek a szöveget életítve is olvasunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklókra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyülekezet helyet foglalhat, köszönöm. Következő két kérdést szeretném feltenni nektek, kedves szülők és keresztszülők. Akarjátok-e, hogy ez a két kicsin gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagjaivá legyenek, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az egyház segítségével gondoskodtok a két gyermek hívő keresztényi növekedéséről, vállaljátok-e? Akkor hitvallásotok és vállalásotok alapján megkeresztelik. Nem tudom, ezt a kis pántot fogadjuk? Kérlek szépen segítséget, igen. Ki lesz az első? Karina. Na, Karina. Most döntsük el. Karina. Még egyszer hangosan megkérdem. Mi a gyermek neve? Karina. Karina, megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg téged most és mindörökké. Ámen. Kérem a következőt. Linett, megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg téged most és mindörökké. Adjunk hálát Istennek, imádkozzunk! Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a két kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük el. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit és az egész családot.
Add, hogy amikor felnőnek, tudatos hittel a tiéd legyenek. Tedd őket kedvessé Isten és az emberek előtt. Ámen. Most pedig a gyülekezetünk köszöntését kérlek, hogy hallgassátok meg, egy verset szeretnénk meg felolvasni a gyülekezeti tagjainknak. Kis csillagokként ragyogtok az égen, kit itt ültök most ezen a kézen. Kik oly sok arcra mosolyt loptok, s meg annyi szívbe örömöt hoztok. Érkezésetek gyönyörű csoda, úgy vártunk rátok, mint másra azelőtt soha. Most itt vagytok, s egyetlen mosolyotoktól minden mi rossz, jóra fordulunk. Ti csak néztek, tiszta, ragyogó szemetekkel, nézzetek körbe, kik itt vannak, titeket nagyon szeretnek. Értetek gyűltek össze ezen a szép napon, könnyű hullik szemükből, mert boldogok nagyon. Titeket ünneplünk, gyönyörű csöpségek, kérjük az Úrt, soha bajotok ne essék. Vigyázzon rátok, óvjon titeket, s kapjatok meg minden jót és szépet. Két dolgot szeretnék még átadni nektek, az egyik egy-egy keresztelési gyertya, rajta Jézus Krisztus görög nevének monogramjával, és ez egy jelkép. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és ezt a világosságot nekünk adta, nektek is nyújtja, kérlek fogadjátok szeretettel. Ha átveszik, ha nyújtan el lehet. És a két keresztlevelet is fogadjátok. És még Isten áldásával hadd köszöntselek benneteket, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg benneteket, hogy tudjátok nevelni ezt a két kicsi gyermeket hitben, erőben, egészségben és szeretetben az Úr Jézus által. Amen. Foglaljatok helyet. És most pedig szeretném kérni a táboros gyermekeket, akik eljöttek, hogy gyertek ide ki, és ezt a pár jó kis mutogatós éneket bemutatjuk a gyülekezet számára, meg egy kicsit beszélgetünk a táborról.
Nagyon ügyesek voltatok. Mehet a taps is, dicsőség Istennek, bizonyám. Pár dolgot kérdeznék, jó? Hogy nem mindenki volt itt a táborban, a felnőttek közül, kicsit elmeséljük, hogy mi is volt. Reggelente hogy kezdődött egy napunk? Tornával, de milyen örömteli mosolyjal mondod ezt, bizony tornával, Pálma vezette ezeket a torna foglalkozásokat, mindenféle kidobó, meg ilyesmi, milyen játékok voltak még ezen? Tessék? Kigurító, na azt nem is tudom milyen, én nem voltam ott, kigurító, igen. Láncfogó, az is nagyon jó játék, igen. És akkor a kis játékos tesi után mi történt? Igen. Hát a reggeli 10 órai bizonyámot eszegettünk, és utána, amikor jól laktunk, teli lett a pocak, igen. Bejöttünk ide a templomba, így van, ahol mi történt itt? Ücsörögtünk csöndbe? Kristóf, mi történt? Énekeltünk ezekből a dalokból, és tanultunk, milyen történet volt, kinek a... Eszter könyvéből, bizonyám, Eszter könyvéből tanultunk, így van. Amikor pedig lezajlott a tanítás, utána átmentünk csoportokba, bizony mindenki életkor szerinti csoportokba, és úgy volt kézműveskedés, színezés, játék, illetve beszélgetés. Nagyon jó. Következő énekünk, amit fogunk énekelni, az is egy jó kis mutogatós ének. Egy-két hát, súg, súg, súg. Úgyhogy nyugodtan, ahogy ilyen lelkesen a táborban is énekel. Ebéd után, délutánonként milyen programjaink voltak hétfőn, amikor még jó, jó meleg volt, nyári meleg, akkor mi történt? Vízicsúszda. Ki az, aki közületek vízicsúszdázott? Kezeket föl. Szinte mindenki. Bizonyám, azt nagyon élvezték. És még a vízicsúszda mellett mivel fröcsöltük egymást? Vízipisztolyokkal, bizony. Hú, akkor a szem nem maradt szárazon, meg ruha sem maradt szárazon, ugye? Kedden emlékeztek-e, hogy mi volt délután? Amikor kicsit elromlott az idő, bent voltunk, beszorultunk, társasoztunk, és utána pedig volt egy sorverseny, egy nagy vetélkedő bizony. Ott miket kellett megszámolni ruháinkon például? Hogy melyik csapatnak van több gombja, vagy éppen több zsebe. Így van, ezek ilyen kis vicces játékok voltak, meg még egyebek is. Jött a szerda, akkor valaki érkezett hozzánk. Anci néni bizonyám, Móról egy tanárnéni, aki kézműves foglalkozást vezetett. Mi volt ez a foglalkozás? Kis illatzsákok, levendulás, meg citromfűves zsákokat készítettünk, igen. De hétfőn még volt egy vendégünk, ha emlékeztek. Bizony, a Kisbír rendőrkapitányságtól jött egy rendőr, aki az ő hivatásukról, a rendőrségről beszélt nekünk. Így van. Aztán volt a csütörtök délután.
számháború volt bizonyám, itt az udvaron játszottunk, és nagyon jó volt, ahogy ott bujkáltunk a fák között, bokrok közt, és próbáltuk lelesni a másiknak a számát, így van. Hát a péntek, az meg a kirándulás volt, hova kirándultunk, Bálint, elmondod? Hát először mentünk Tatára, ott volt egy kalandpark bizonyám, és utána pedig Tatabányán fürdtünk. Így van, a gyémánt fürdőbe, így van, ügyesek vagytok. Úgyhogy kicsit akkor ide lépek. Úgyhogy nagyjából így telt a hetünk. Facebookon tettem fel minden nap képeket, ott lehet ezeket ezt a krónikát ugye a képek alapján is végigkövetni. És lenne még egy énekünk, ami egyfajta hitvallásunk, kisgyermeki hitvallás, amit minden alkalommal itt is elénekeltünk. Ehhez választok mindjárt három segítőt. Így. Bálint, van kedved ennyi? Oké. Luca, van kedved? Akkor te leszel a kettes, és ki szeretne a harmadik lenni? Harmadik. Szami, megpróbálj. Oké. És akkor kezdhetjük is. Igen az élő Istenben, atyámban is teremtőmben. Ezt hirdesse gyertelemja, ezt hirdesse hitelemja. Ezt hirdesse gyertya lánya, ezt hirdesse hitám lánya. Így adhatjuk tovább, hogy ezeket a kis gyertyákat is kivitték a gyermekek. És az a jó, hogyha visszatérünk az Istenhez, visszatérünk őhozzá, és ráfigyelünk. Így kérem szépen, hogy a most kiosztott kis gyertyákat, poharakat hozzátok vissza az utolsó ének alatt. Az elmúlt héten, ahogy mondtuk is, Eszter könyvét tanulmányoztuk egész táborunkba. Itt a gyülekezetben is már múlt vasárnap a történet elejét elolvastuk, megbeszéltük, hogy ne legyünk lemaradva a gyermekektől mi sem. És ugye volt ez az árva kislány, akit láttunk még a történet elején, és ott van a nevekhez egy kis puska is, kezdő meg utolsó betűkkel, ugye nyilván ő Eszterőt már mondtam, de volt egy unoka bátyja, aki őt nevelte. Hogy hívták őt, gyerekek? Mordokájnak hívták, így van. És ez az Eszter nevű lány lett, ahogy láttuk a történet elején, egy árva kislányból Perzsia királynője, Perzsa birodalom királynője. De ki volt ebben az időben Perzsia királya? Segítsetek! Ahasvéros volt, így van, így hívták, és volt neki korábban már egy első felesége, az ő neve
Vasti volt, volt köztük egy kis konfliktus nézeteltés, elvette tőle a királynéi koronát, és Eszternek adta aztán. És hol éltek? Hogy hívtuk ezt a várost, ahol ők laktak? Susán városa, így van. Majd a tábor folyamán arról is hallhattunk, hogy a királynak volt egy számára oly kedves nemes ember, aki ellenségesen tekintett a zsidó népe a birodalomban. Hogy hívták ezt a nemes embert? Hámánnak, így van. Hámán volt ez az ember, aki elérte a királynál, hogy hozzon egy rendeletet. És mi volt ez a rendelet? Mi volt ebben benne? A zsidókkal szemben. Tessék? Bizonyám, ennyire gonosz volt ez az ember, hogy elérte a királynál, hogy egy olyan rendeletet hozzon, hogy a perzsa birodalom egész területén, ami Indiától egészen Etiópiáig tartott ebben az időben, Krisztus előtt 500-ban járunk, hogy az egész birodalom területén büntetés nélkül a zsidó nép tagjait meg lehetett ölni. Ez tehát egy nagyon nagy veszély volt, ami már közeledett ennek a rendeletnek a végrehajtása. És akkor innen folytattuk azzal, hogy közben ezzel a Mordokáj nevű szintén zsidó emberrel is szembe került ez a Hámán nevű nemes ember, de miért? Miért kerültek egymással ők szembe? Mordokáj mit nem akart, amikor jött Hámán nagy gazdagon ott az utcán? Nem akart meghajolni, mert ugye az Isten törvénye azt mondja, hogy csak a te Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és ő nem akart egy nemes ember előtt úgy leborulni, mint ahogy Isten előtt szokás csak. Ezért Hámán, ugye ő egy nagyon elvetemült ember volt, tele volt gonoszsággal, és még hatalma is volt, ez nagyon rossz elegy, és azt is elérte a király, vagy el akarta érni a királynál, hogy ezt a Mordokáj nevű embert, hogy kivégeztesse. És innen folytatódott a történet ezzel a képpel. Ki ül ezen a lovon? Kicsoda? Mordokáj ül a lovon. Hogy lett ebből? És elől pedig kimegy ez a lila ruhás ember? Ő pedig Hámán. Hogy alakult így a történet, hogy végül is Hámán az, aki vezeti azt a lovat, amin aztán a kitüntetett, meg királyi díszben lévő Mordokáj ül? Igen, Janka? Így van, köszönöm. Tehát, hogy a Mordokáj megmentette a királyt egy összeesküvéstől, ezért későbbiekben őt kitüntette, és pont így alakult ez a kitüntetés, hogy a Hámánnak, aki gazdag volt, és nagyon nem szerette ezt a Mordokájt, ő neki kellett átadni a jutalmat, és végig vezetni ilyen díszes lovon, díszes ruhában azt az embert, akit ő nagyon nem szeretett, és el akarta tenni volna láb alól. Azt tanulhatjuk meg ebből a történetből, vagy legalábbis ebből a részletéből, hogy Isten még a legvadabb, legijesztőbb helyzetekből is ki tudja menteni az ő gyermekeit. A mélységből is fel tud bennünket emelni a magasságba úgy, ahogy arra nem is számítunk. És a történet innen folytatódik a mai epizóddal, ezt szeretném felolvasni, ezt az igeszakaszt, helyünkön maradva hallgassuk meg és kövessük, Eszter könyve 6. rész 12-től a 14-es versekig. Azután Mordokáj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresznek meg az összes barátjának mindazt, amit ő érte. Tanácsadói és felesége Zeresz ezt mondták neki, ha Mordokáj, aki miatt most megtántorodtál, valóban zsidó származású, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Még beszélgettek, mikor odaértek a király háreműjei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter rendezett. Eddig tehát az ige. Ugye megvolt ez a díszes lovon való végigvezetése Hámán részére az ő ellenségének, Mordokájnak, és utána Hámán megszégyenülve ment haza, hogy azt hitte, hogy ő lesz, akit majd kitüntet a király, de közben neki kellett átadni az ajándékot másnak. Isten figyelmeztette őt, és azt akarta elérni, hogy megváltozzon ennek az elvetemült embernek a szíve és gondolkodása.
Meg akarta vele értetni, hogy jobb lenne, hogyha inkább Istennek adná át életében az uralmat, nem ő akarna lenni az egész világnak, meg az egész életének az ura. Mert az élő Isten ellen és választottai ellen emberileg úgysem lehet sikeresen hadakozni. Ha Isten valamit akar, azt az emberi akarat soha nem tudja megváltoztatni vagy felülbírálni. És éppen ezért minket is figyelmeztet Isten a Biblia szavain keresztül, hogyha még nem találtunk őhozzá, ha még nem adtuk át neki az uralmat. Azt mondja a Zsidó 4:7-ben, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert a szívünket bizony meg lehet keményíteni, olyan lesz, mint a kő. És hiába a jó szó, hiába az Isten igéje, hiába a lelkünkre beszélés, csak nem engedünk neki. Nem feltétlenül mondunk ellen, csak annyit, hogy ez engem nem érdekel, vagy köszönöm, nem kérek belőle, én inkább ebből kimaradok. Pedig lesz majd egy nap, amikor értünk is küldetnek, ahogy Hámánért is küldettek a királyi palotából. Küldetnek értünk is, és Jézus színe előtt majd meg kell állnunk, és ott vallást tennünk, hogy akkor hogyan is telt a mi életünk, hitben telt, vagy hit nélkül, Istennel telt, vagy Isten nélkül. És az Úr azért sürget bennünket, mert ő nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy mindannyian megmeneküljünk majd az ítélettől, és hogy vele élhessünk. És nem tudhatjuk, hogy mikor jön el ez az időnk. Nem tudhatjuk el, hogy mikor kell majd megállnunk az Isten színe előtt. Hámán tudta, érte, menetrend szerint jöttek, hogy vigyék Eszter lakomájára, amit a királyné rendezett. Hárman voltak ott, maga a királyné, meghívta ugye a férjét, a királyt is, Ahasvérust is, és ott volt oldalt ebben a lila turbánban Hámán is. Egy olyan megtiszteltetésnek érezte, hogy eljöhetett erre a vacsorára. A király megkérdezte a feleségét, aki ilyen szép ajándékkal, egy finom vacsorával ajándékozta őt meg, hogy Eszter, elmondod, hogy mit kívánsz tőlem? Hogyha a fele országomat is kéred, még azt is megkapod. És akkor Eszter megszólalt, az életemet és népem életét kérem, mert el akarnak bennünket pusztítani. Ugye Eszter is zsidó származású volt, tudott erről a rendeletről, amit Hámán hozatott, azért, hogy az ő a zsidó népet kiírtsák, és vele együtt nyilván Esztert is, és ezért kérte ezt, hogy az életemet és a népem életét kérem tőled. De hát ugye a király nem is tudta pontosan, hogy mihez adta a nevét, mihez adta a pecsétjét, és ezért megkérdezte, hogy ki merészelne ilyet. Ki merészelne ilyet, és látjuk, hogy Hámán, ez az elvetemült ember már aggódik, már félelem ül az arcán. Mert itt Eszter kimondja, hogy ez a gonosz Hámán, ez a nemes ember, aki itt ül az asztalnál, ő a mi ellenségünk. A király dühében ekkor felpattant, kiment belső kertbe, kicsit a levegőre kiszellőztetni a fejét, sok volt ez már neki, nem számított erre. Közben, ahogy itt ültek a lakománál, ez a Hámán, ugye ketten maradtak Eszterrel, oda ment Eszterhez, és akarta őt kérlelni, hogy mentse őt meg a király haragjától, valamit tegyen, valamit mondjon. De olyan szerencsétlenül jött ki a helyzet, hogy pont amikor visszajött a király a levegőzésből, egy ilyen jelentet látott, amiben félő volt, vagy úgy látta, mintha ez a Hámán bántani akarná az ő feleségét, mert lebuktatta őt. És eljött számára az ítélet, mondta a király, hogy egy szót se többet, pusztulj előlem, elvitték az őrök, és végül is az a sors jutott Hámánnak, amit eredetileg ő szánt, a zsidó Mordokájnak, az ő ellenségének, kivégeztették őt. Eszter tehát elmondhatta, hogy ő is a zsidó néphez származik, és hogy az ő rokona, ez a Mordokáj nevű ember, itt a zöld ruhában láthatjuk őt, aki a királyt is megmentette, és ezért a király behívta őt is a palotába, rangot adott neki ennek a Hámánnak a helyét, hogy nemes ember legyen, odaadta neki ezt a hivatalt, és így Mordokáj és Eszter is a király védelme alá került. Olyan, mint a mesében mondhatnánk ezt, de vajon ez azt jelenti, hogy Isten mindenből kimenti a gyermekeit, hogy az Isten emberének, a hívő embernek mindig happy end lesz egy nehéz helyzetből a történet lezárása? Nem egészen. Mert tudjuk jól, hogy a keresztény embert is utolérik bajok, nehézségek. Ugyanúgy nekünk is lehetnek betegségek,
utolér bennünket a Covid is, vagy esett velünk baleset, vagy betegség, más komoly betegség, kórházba kerülhetünk. Nem lesz nehézségektől mentes a keresztény élet. Viszont tudjuk azt, hogy Isten mindig velünk van, ezekben is. És ezeket is fel tudja használni a mi érdekünkbe. Ahogy a korintusi levélben olvassuk, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Néha tehát nehézségekben is vezet, de nem hagy magunkra ezek közepette sem. És egy nagyobb jót akar nekünk. Lehet, hogy nem lesz egy könnyű séta itt az életünk, lehet, hogy sok nehézség vár ránk, de elkészítette számunkra a mennyek országát. Ezért akarja, hogy megmeneküljünk és részünk legyen benne. És tudta azt, hogy önmagunktól nem juthatunk el ő hozzá. Ezért küldte el az ő szent fiát, Jézus Krisztust erre a világra. És ahogy mondja János 3.18-ban, aki hisz ő benne, Jézusban, az nem jut ítéletre. Jézus meghalt, feltámadt és ma is él. És hogyha a szívünkkel őt választjuk Urunknak és megváltónknak, akkor miénk is lehet a mennyek országa. Perzsiában is csodás fordulatot vettek az események, Mordokáj és Eszter megmenekült. De még mindig van egy kis részlet a történetből, mert még nincs minden a helyén. Mert azt láthatjuk, hogy Eszter még egyszer jön a király elé, és esdekel és kér tőle valamit. Miért? Azért, mert a nép ellensége, a zsidó nép ellensége Hámán már nincs a képben, már megkapta maga büntetését. De mégis az a rendelet, hogy néhány hónap múlva az egész birodalom területén meg lehet ölni az Isten népének tagjait, ez még érvényben volt. Kérte Eszter tehát a királyt, hogy vondd vissza ezt a rendeletet, hogy változtasd meg. Csak hát abban az időben nem így mentek a dolgok. Amit a király pecsétes levélen elküldött vagy elküldetett, azt már visszavonni nem lehetett. Úgy tűnt volna, mintha a király olyan bizonytalan, nem egy határozott, nem egy erős vezető, hogy egyszer mond valamit, utána meggondolja magát. Ez volt az ókori szokás. Ezért azt mondta, hogy te is a te unoka bátyád Mordokáj, itt van a pecsétgyűrűm, amivel hitelesíteni lehet egy újabb rendeletet. Írjatok egy olyan törvényt az én nevemben, amely által megmenekülhet a ti népetek. És ez meg is történt, egy új törvényt fogalmaztak meg, amiben az szerepelt, hogy megvédhetik magukat minden országban, minden tartományban itt a birodalmon belül, az Isten népének tagjai, a zsidó nép tagjai. És éppen ezért, amikor eljött ez a nap, meg is menekültek üldözőiktől. Nem haltak meg, nem írtották ki őket, hanem megmenekültek. Csodálatos megmenekülés volt ez, amelyben tisztán meglátták, hogy ez nem egy embernek az ügyeskedése, nem valami véletlen, nem valami szerencse, hanem ezt csak is az Isten tudta elintézni. Nyilván úgy embereket használt föl, helyzeteket használt föl, nehézségeket használt föl, de az Isten működött mindvégig a színfalak mögött. És olyan jó ezt látni a mi magunk életében is, egy-egy szakaszon, egy-egy mérföldkőnél megállva, hogy hova jutottam, hogy mi mindenem vezetett át az Isten, és hogyan megtartott, mert még ma is itt lehetek, mert még ma is hálát adhatok neki. Lehet, hogy volt olyan életszakasz, amikor nagyon távol voltam tőle, amikor úgy éreztem, hogy az én életemnek most már vége lesz, nem bírom tovább. De Isten mégis megerősített, helyreállított, és ma is itt lehetek. És éppen ezért szól ma is ez az ige, ez a történet számunkra, ami bár 2500 éves, valahol az ókorban történt, nem sok közünk lenne alapvetően hozzá. De mivel az Isten cselekedete van benne, ezért ma is szól, és ma is érvényes számunkra. És így néz ki ma is egy ilyen ünneplés, ez a Purim ünnep lett, amit minden évben azóta is megünnepelnek 2500 év óta a zsidó emberek, a zsidó vallású emberek. Nagy öröm és nagy boldogság, nagy ünneplés van ezeken a napokon, mert megmenekültek. És még egy utolsó gondolat, hogy ez a nagy ünneplés, ez mire hasonlít, minek az előképe lehet? Az Isten országában való nagy ünneplésé.
amikor majd ő előtte állhatunk meg, amikor majd ő előtte van az ünnep, a hálaadás, hogy az ő népe végre megérkezhetett hozzá az ő örök országába. Istentől többé nem szakíthat el semmi majd, se bűn, se betegség, se halál, semmi, mert ő lesz a mi Urunk, és az övéi lehetünk már mindörökké. És éppen ezért még egyszer ezt a mottót hadd olvassam, hadd erősítsem meg. Isten azt akarja, hogy megmenekülj, és az ő országában majd egykor te is ott légy. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked mai tanításért, a te igédért. Köszönjük neked azt, hogy ha hittel vizsgáljuk életünk útját, megláthatjuk lépten nyomon a te kezed munkáját, hogy hogyan avatkoztál be, hogyan fordítottad az eseményeket, ami érdekünk, és szerint azért, hogy számunkra jól alakulhasson. Vagy ha éppen nehézséget éltünk meg, azt is megláthatjuk, hogy te hogyan vezettél ki abból, hogyan vezettél át azon, és hogyan tehetünk ma bizonyságot arról, hogy mind örömökben, mind bánatokban te vagy a mi Urunk és megváltunk. Így szeretnénk ma eléd hozni könyörgéseinket is. Könyörgünk, Istenünk, segíts bennünket, hogy hálával fogadjuk minden ajándékodat. Tarts meg minket szent igédben, bűneink bocsánatának bizonyosságában. Add, hogy életünk neked tetsző gyümölcsöt teremjen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk mindazokért, akiket egyházunkban és gyülekezetünkben szolgálatra hívtál el. Ne engedd, hogy lelkesedésük elfogjon. Segítsd őket, hogy szolgálatukban meg ne fáradjanak, hanem tőled kapott erővel és derűvel álljanak helyt tisztségükben. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, áld meg hétköznapjainkat. Adj lehetőséget mindenkinek, hogy becsületes munkával szolgálhassa embertársai javát. Könyörgünk a gyermekekért is. Őrizd meg őket a szünidőben, minden bajtól és veszélytől. Segíts, hogy türelmesen és tőled való bölcsességgel tudjuk őket nevelni, és egyszer ők is megismerhessenek téged. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, a családokért. Tartsd meg a házastársakat az egymás iránti hűségben, és teremts köztük egyetértést, hogy szeretetben nevelhessék gyermekeiket. Segítsd a generációk békés együttélését, hogy egymást szeretetben el tudjuk hordozni. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk településünkért, hazánkért és az egész teremtett világért. Őrizd meg minket veszedelemtől, háborútól, járványtól és természeti csapásoktól is. Állj, kérünk, azok mellett, akik a világon ma ilyen bajoktól szenvednek. Kérünk, hozz minél hamarabb békét Ukrajnába is, és minden más háborús helyzetbe is. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, még a betegekért is, és a szomorkodókért. Gyógyítsd és vigasztald meg őket. Az örvendezők örömét pedig te szented meg, hogy kísértésben essenek. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Istenünk, és készíts fel bennünket országod eljövetelére, a te szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusért, akinek nevében együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és az utolsó énekünk van még hátra. Ez is egy nagy sláger volt a táborban. Jöjj, add tovább a jó hét! Kérem a gyermekeket, nyugodtan a helyükön maradva, de jó lelkesedéssel énekeljétek ezt ti is.
Erős vár a mi Istenünk. Lehetne még egyszer a dallamot játszani.